Újabb dróntámadásokat indított az orosz hadsereg Kijev ellen kedre virradóra. Egy hónapon belül ez volt a 6. légicsapása az ukrán főváros ellen. Egy nappal korábban pedig ukrán drónokat semlegesített az orosz légvédelem Moszkva belvárosa felett. Az egyik a Védelmi Minisztériumtól alig 200 méterre egy épületbe csapódott be. Újra megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben kedre virradóra. 6-szor indítottak légitámadást az ukrán főváros ellen július eleje óta az oroszok. A kijevi katonai vezetés közölte, az ellenséges harci drónokat még a külvárosi kerületek fölött hatástalanították. Az akció nem okozott személyi sérülést, sem komolyabb kárt Kijevben. De az ukrán légierő figyelmeztetett, több kelet és délkelet ukrajnai várost is légicsapás érhet kedden. A moszkvai Védelmi Minisztérium központi épületétől alig 200 méterre csapódott be az ukrán drón, amit még hétfőn hajnalban hatástalanított az orosz légvédelem. Lezárták a környéket annál az irodaháznál is, aminek a felső emeleteit egy másik ukrán drón rongálta meg. A moszkvai Védelmi Minisztérium az akciót terrortámadásnak nevezte, és súlyos megtorlást helyezett kilátásba. Közölték azt is, az orosz légierő 17 ukrán drónt lőtt le a Krím felett hétfőn. Ezek egy része az orosz Fekete-tengeri flottát támadta. Egy ukrán pilóta nélküli repülő átjutott az oroszok védelmén, és egy lőszerraktárba csapódott, tették hozzá. Az ukrán drón támadások miatt egy héten belül harmadszor állt le a félszigetet a szárazfölddel összekötő Kercsi híd forgalma hétfő este. A hidat nemrég újították fel, miután tavaly októberben egy bomba súlyosan megrongálta a tartó szerkezetét. Egy hete újabb bomba robbant a hídon, az ukrán vezetés pedig közölte, a jövőben is célba fogja venni az építményt, hogy elvágja az orosz csapatok utánpótlási útvonalát. Régóta egyértelmű az álláspontunk. Nem támogatjuk az Oroszország területén végrehajtott támadásokat. De egyértelműen fogalmaztunk a Krimmel kapcsolatban is. A területet Ukrajna részének tekintjük. Kommentálta az ukrán támadásokat a Fehérház szóvivője kedre virradóra. A szóvivő hozzátette. Továbbra is aggódunk amiatt, hogy az orosz hadsereg kiterjeszteti az ukrán gabonalétesítmények elleni támadásait a Fekete-tengeren közlekedő teherhajókra. Már figyelmeztettünk korábban, hogy Oroszország civil célpontokat támadhat, és ezeket a támadásokat Ukrajna nyakába akarja varni. Rendszeresek a dél-ukrajnai kikötők elleni orosz rakétatámadások azóta, hogy Oroszország múlt hétfőn felmondta a Fekete-tengeri gabonaszállításokról szóló megállapodását Ukrajnával. Csak Odesszában 150 épületet ért találat az elmúlt héten. Több rakéta a város központjába csapódott, és világörökségi védelem alatt álló épületeket is megrongált. A búza világpiacjára pedig 5 hónapja nem látott szintre emelkedett a Fekete-tengeri gabonaszállítások leállása óta.